Annyi kérdésem van, de talán kezdeném a legelsővel, illetve ez nem is kérdés, hanem tény, hát végre új kennelek vannak. Igen, és ettől határtalanul boldogok vagyunk, mi is, és a kutyusok is, ahogy látjátok, tehát végre, igen, méltó elhelyezés van a kutyáknak, tehát sétálnak. Amikor ide költöztettük őket, annak egy hete körülbelül, nem akarták elhinni, hogy ők a kennelbe is tudnak sétálni, nem csak itt a kifutóba, és azt hitték, hogy ez itt a mennyország. Igen, egyébként lehet, hogy furcsa hangzik a nézőknek, de látszik a kutyusokon, hogy azért a lehetőségekhez képest örülnek, mert itt vagyunk, itt állunk és csaholnak, de közben jár a farkuk össze-vissza, úgyhogy abszolút jól érzik magukat, amennyire nyilván lehet. Beszéljünk egy kicsit, én azt gondolom első körben a Megóvlak állatbarát alapítványról. Mióta működtök ti? Hogyan épül fel ez a szervezet, illetve mi a ti munkátok? Az alapítvány 2007-ben alakult egyébként, ahhoz nekem személy szerint még nem volt közöm, tehát itt a nagy elődök hozták létre magát az alapítványt. Én 2010-ben jöttem az alapítványhoz, mint gondozom az állatokat címszóval. 11-től vagyok az alapítvány elnöke, tehát igazából akkortól van úgy bővebben rálátásom a történetre. Nagy öröm számunkra az, most tényleg 11-től tudok beszélni, hogy amikor még akkor azt mondtam valakinek, hogy Megóvlak állatbarát alapítvány, és én itt tenni szeretnék, megváltani a világot, úgymond, azt sem tudták is körösen, hogy miről beszélek. Tehát nagyon-nagyon elenyésző volt a lakosságnak az a száma, aki tudta. Én azt gondolom, hogy azért most már, ha Megóvlak, azért elég sokan tudják, hogy mi létezünk, és ez az élelmiszer támogatásokban a lakosság részéről, illetve amit így kérni szoktunk, takarók, plédek, etetőedények, ilyesmi, kutyaházak, jól érezhető, hogy tudják, hogy vagyunk, mert felajánlások érkeznek. Kérni sem kell sok esetben, csak hívnak, hogy vinném, mert van. Ami szerintem fontos tisztázandó kérdés, hogy ti hogyan működtök, milyen szervezetként? Mert hogy sokan ugye azt gondolják, hogy ez egy menhely. Nem, ez nem egy menhely, mi egy alapítvány vagyunk, és ahol most állunk, ez a Megóvlak Állatbarát Alapítványnak az ideiglenes befogadó telepe. Sajnos nem vagyunk menhely, sokkal jobb lehetőségeink lennének itt, értem ez alatt a pályázatokat, nem adottak a feltételek ahhoz, hogy menhely legyünk, nem is tudunk így olyan szolgáltatást úgymond nyújtani a lakosság fele, amilyet szeretnénk. Tehát nagyon korlátozva vagyunk létszámmal. Mint látjátok, szinte nincs üres helyünk, illetve ami most üres, oda is megvan, aki várakozik, csak még nem ért ide. Tehát alapítvány egy ideiglenes befogadó teleppel és önkéntesekkel. Tehát ez nem egy fizetett állás, amit szintén szeretnék elmondani, mert ebben is nagy tévhitek vannak, hogy nekünk kötelességünk behozni mindenhonnan, mindenféle kutyust. Persze szívünk szerint behoznánk, de nem tudjuk behozni. Mindenki a munkája mellett, nem létező szabad idejében teszi a dolgát, és nagyon kevesen vagyunk, és ezért nekünk nem jár semmi. Nem is várunk, mert a kutyusok szemének a csillogása pont elég, de az elvárások miatt azért ezt fontosnak érzem elmondani, hogy tesszük a dolgunkat önkéntes alapon. Picit még kanyarodjunk vissza itt a fogalmakhoz, a menhely és az ideiglenes befogadóhely közötti különbségekhez. Mi változna akkor, hogyha menhely volnátok, illetve milyen volna az egész alapítványnak akkor, nem is az alapítványnak, hát tulajdonképpen itt ennek a kutyás központnak a felépítése vagy a feladata, hogyan kerülnének elhelyezésre a kutyák, illetve hogyan lennének kiajánlva? Tulajdonképpen alapjaiban ugyanez lenne akkor is, tehát ugyanígy utcáról befogadunk kutyusokat most, és tennénk akkor is. Csak sokkal nagyobb lehetőségünk lenne a pályázatoknál. Tehát itt az anyagi, mi teljesen adományokból tartjuk fent magunkat, nem tudunk fejlesztésre pályázni ebben a formában, és hát nyilván ez a körülményeink is látszik, illetve azon, hogy ennyire szűkösek a lehetőségek a befogadásra. Itt most itt állunk 10 kennellel, tehát itt ettől mi még nem tudjuk megváltani a világot, csak az épp bent lakó kutyusoknak kényelmesebb az élete. Hogyan működik nálatok a
a kutyusoknak mondjuk a regisztrálása, tehát regisztráljátok, vezettek valami könyvet vagy jegyzőkönyvet az ebekről, arról, hogy ki került ide, milyen állapotban került ide, esetleg kivitte el. Ennek van-e valamilyen struktúrája? Természetesen, amikor bekerül egy kutyus, akkor róla kitöltjük a nyilvántartó lapot, amin szerepel az a neve a kutyának, amit mi adtunk neki, ugye abban a pillanatban, amikor ez így eldőlt, hogy honnan került ide, hol fogtuk be, milyen körülmények között, esetleg a gazdája mondott le róla, vagy éppen olyan körülmények voltak a kutyának, hogy mi mondattuk le a gazdát a kutyáról, mert azért erre is volt már példa. És erre a lapra tulajdonképpen felkerül, hogy milyen állapotban van a kutya, az, hogy most akkor orvoshoz kell levinni, vagy egészséges, most akkor megfigyelés alatt tartjuk. A későbbiekben a nagyobb orvosi beavatkozások, tehát mint itt említettem egy kutyust, hogy most került be egy hete, műtétre vár, mert meglőtték a lábát. Ezeknek a fontosabb beavatkozásoknak szintén fel kell kerülni erre a nyilvántartó lapra. Ha gazdisodik a kutyuskánk, akkor pedig erről egy örökbefogadási szerződés készül a gazdival, ahol ugye megvannak az alapítványnak a kötelezettségei, és természetesen megvan a leendő gazdinak is a kötelezettsége, rögzítve, aláírva, dátumozva. Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi az, amit ti meg tudtok tenni a kutyusokért, és ugye értve ez alatt, hogy esetleg bármilyen egészségügyi beavatkozó műtétre, vagy bármilyen egészségügyi beavatkozásra szükség van, ezeket ti miből tudjátok fedezni? Hát egyrészt adományokból ezt is, bár a pénzbeni adományok azért elég szerényen csordogálnak. Ezen kívül az 1% az, ami óriási segítség a számunkra. Tehát itt 2011-től hatalmas fejlődésen ment keresztül az 1% felajánlás. És ez a hatalmas dolog a számunkra, mert ha 1% nem lenne, nem tudunk kutyust ellátni, ugyanis felelőtlenül nem lehet. Tehát azért nem vállalunk be kutyust, hogy majd nálunk fog meghalni, mert nem tudjuk ellátni. Tehát van egy keret, egy lehetőség, anyagi és helyi szempontból is természetesen, és ezt muszáj betartanunk, úgymond. És itt megragadnám az alkalmat, hogy kérjem a lakosság megértését és türelmét, hogy mi értjük a jó szándékot, hogy igen, találtam egyet, és vigyétek el, és, de azért nem tudjuk elhozni, hogy akárhanyadiknak berakjuk a kennelbe. Tehát itt Falkában nem tartunk kutyát, idegenek egymásnak, idegen helyen vannak. Az, hogy legyilkolják egymást, ennek a világon semmi értelme nincs. Tehát ilyenkor kérjük a megértést, ha tudunk, segítünk, de ha nincs lehetőségünk, nem. Annak sincs értelme, hogy nem tudjuk az orvosi ellátást biztosítani, mert mondjuk teljesen üres a kassa, akkor nem tudunk segíteni. Visszatérve még itt az előzőekhez, itt az egészségügyi beavatkozásokhoz, létezik egyébként olyan, vagy megvalósul-e olyan itt esetleg Kiskörösön akár, hogy mondjuk az állatorvos, vagy az állatorvosok jutányosabb áron végzik el ezeket a beavatkozásokat? Volt már ilyen jellegű pozitív tapasztalatunk, igen. Nem jelenteném ezt ki, hogy ez így állandó, de volt már ilyen jellegű pozitív, és amiért természetesen nagyon hálásak voltunk, mert éreztük a törődést. És hogyha már ugye az anyagiakról esett szó, és említetted azt is, hogy lakossági felajánlás azért érkezik, mert élelmiszereket is, tehát élelmiszer szoktatok kapni a kutyusok részére. Egyéb irányú pénzadomány, az hogyan tudna befolyni, illetve milyen jellegű próbálkozásaitok voltak ez irányban? Van egy bankszámlánk, ami teljes mértékben nyilvános. Ez mind a honlapunkon hozzáférhető, mind rendezvényeinken, a nyomtatványainkon hozzáférhető, látható. Tehát egyrészt a felajánlásokat ezen tudjuk fogadni, másrészt van pénztári befizetési lehetőség is, sőt, adománygyűjtő perselyeink is vannak néhány helyen a városban, tehát mindenképpen, aki szeretne, megtalálja a módját. A pénztári befizetést azt telefonon szoktuk egyeztetni, hogy mikor megfelelő az adományozónak, és én jövök a bevételi pénztárbizonylattal. Az ember azt gondolná, hogy
hogy azért itt többen adományoznak nektek, akár vállalkozók is, mert hiszen mégiscsak egy nagy idézőjelbe tett menhelyről van szó, nyilván nem menhely, de ugye közszájon azért így forog a Megóvlak állatbarát alapítvány. És ugye itt nagyon aranyosak a kutyusok, és biztos, hogy benneteket sokan támogatnak, de hát azért ez nem teljesen fedi a valóságot. Sajnos nem, azt kell mondjam, hogy sajnos nem. Ahol most itt állunk, ennek a telepnek az építése 2015-ig, illetve a lehetőség 2015-re nyúlik vissza. Akkor kaptuk a területet, illetve a mögöttünk lévő kiszolgáló épületet az önkormányzattól szívességi használatba tulajdonképpen. Mi akkor hatalmas nagy lelkesedéssel posztolgattunk a közösségi oldalon, minden fórumon, hogy mi most menhelyet gondoltunk akkor egyébként, azt fogunk építeni, jobb körülményeket a kutyusoknak, sok-sok kennelt, és megpróbáltunk anyagi alapot teremteni ennek. Akkor érkezett egy olyan felajánlás egy építési vállalkozótól, aki felajánlotta, hogy ha megvesszük a főfalaknak a téglát, akkor ő azt fel is építi, ő ezt akkor tartotta is. És itt elakadtunk 2015-ben, mert sajnos egyéb felajánlás lakossági részről érkezett, valamennyi tégla, valamennyi cserép, valamennyi betonoszlop ilyenek, amire természetesen nagyon hálásak vagyunk, és voltunk akkor is, csak ahhoz kevés volt, hogy egy ilyen beruházást véghez vigyünk. És az anyagi lehetőségek miatt itt állunk 2019-ben, és most mondhatjuk azt, hogy átköltözött ide a régi telepről azok a kutyák, akik eddig ott nem éppen jó körülmények között voltak sajnos. És ebben volt is segítséged, volt is segítségetek. Mutasd be, légy szíves nekünk! Igen, bemutatnám Martonné, Marton Györgyné Marcsit. Ő is a kuratórium tagja, és hatalmas segítségemre volt, mert őszinte leszek, én ebbe azért belefáradtam, és jött ő, és fogta ezt a zászlót, és a vállára vette, és vitte egészen pontosan tavaly nyár óta, tehát 2018 nyarán, hogy neki van egy olyan baráti köre, Isten áldja meg őket, akik társadalmi munkába fognak nekünk segíteni, és ez így is volt, és nem csak a baráti köre, hanem úgy a családja is. Tehát ez a beruházás, ami itt megtörtént, a fizikai munka része, ez a Marcsi baráti körének és a családjának, illetve elsősorban az ő összefogásának köszönhető. Zárszóként szeretném még elmondani, és illetve megköszönni Kiskörösváros önkormányzatának, Domonyi László polgármester úrnak a lehetőséget, tehát a területet, amit ő ajánlott fel, és a kiszolgáló épületet, illetve az anyagi támogatást, segítséget a Köröskom Kft.-nek, Séfer Tamásnak. Hogyan is indult ez a szervező munka? Nagyon nehezen. Én nagyon lelkes voltam, amikor az Ibolyától ezt egy évvel ezelőtt átvettem. Én azt hittem, hogy én itt most megváltom a világot. De akkor megmondom őszintén, nem tudtam, hogy mibe vállalkozom, és még egyszer nem kezdeném el. Nagyon nehéz volt. Nekem mindig csak az volt előttem, hogy a kutyusoknak jobb sorsa legyen. Amikor egy évvel ezelőtt elkezdtük, ugye én a páromra számíthattam, és a baráti társaságra. Őket mozgósítottam, hogy gyerünk és csináljuk. Sokszor már vége fele már ők mondták, hogy na gyerünk, haladjunk, fejezzük már be. Nagyon nehéz volt. És amikor most beszéltem a Séfer Tamással, ugye tőle vettem át ezt, hogy, mert először úgy volt, hogy ők építik föl, de mondta, hogy nem tudja. Akkor én azt mondtam, hogy na majd én, és most azt mondtam neki, hogy igazad volt, mert nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt, mert ugye előtte nekem mindenki azt mondta, hogy Marcsi, ha kell a segítség, szóljál, megyünk, csináljuk mindent, de amikor szóltam, hogy na gyertek csak fél napra, akkor én most nyaralni megyek, most ide megyek, most dolgom van, én ezt is megértem, de így nem haladtunk. Na most eltelt egy év, és megmondom őszintén, beköltöztünk, mert tényleg beköltöztünk, nagyon-nagyon jó érzés, mert látom a kutyákon, hogy nagyon jól érzik magukat.
A másik pedig imádunk itt kint lenni. Nem csak a kutyák, hanem mi is. Tényleg nagyon szép környezetben vagyunk. Nekem van egy 82 éves édesanyám, aki ide jön ki, és itt kapirgál, és gerebjéz, és mindent csinál, és ő olyan boldog itt, hogy lefoglalja magát, és kutyák között van. Nagyon-nagyon örülök neki. Tulajdonképpen akkor felhívhatjuk a kedves nézők szíves figyelmét arra, hogy ez egyfajta terápiás lehetőség saját maguk számára is. Így van, így van. Kint a friss levegőn, leül, közben nézelődik, virágot szed, nagyon jó el vannak itt. Igen, nagyon örülök. Nagyon. Vannak önkéntesek is, hogyha jól tudom. Hogyan épül föl egy nap? Mi a napi rutin? Kevesen vagyunk. Nagyon kevesen vagyunk. Itt úgy épül föl, hogy délután van etetés. Addig a kutyusok, ők nagyon jó helyen el vannak itt. Délután jön a Fodor Erzsébet, ő eteti a kutyákat. Hozza a kaját, mindenkinek szépen kiosztja, megkapják. Ebből áll neki az etetés. Amikor bármilyen munka van, akkor én szólok a társaságnak, és jövünk ki. Megmondom őszintén, május 1-én itt voltunk kint, itt majálisoztunk. Kint főztünk, sütöttünk, de közben nagyon sokat dolgoztunk, és mindenki azt mondta, hogy annyira jól érzi itt magát, hogy tényleg azt lehet mondani, mert ismétlem maga, ilyen szép környezetben itt vagyunk, de fölépítettem. Föl a társasággal, a barátokkal, a segítőkkel, voltak több segítőink, azért azt is elmondom, tehát nem csak a családom és a barátaink, tehát azért voltak az elején, de még nagyon sok segítséget kaptam a Séfer Tamástól, mert ha bármilyen gépi munkát kellett, akkor ő küldte a gépeket, megcsinálták nekünk, nem kellett ásni, raktuk az oszlopokat, nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Azt még szeretném elmondani, hogy amikor ezt az építkezést mi elkezdtük, akkor én megkértem az Ibolyát, az Ibolya írt egy nagyon-nagyon szép levelet az alapítványunkról. Én vállaltam, hogy ezt a levelet belerakom borítékba, kivittem a vállalkozóknak, személyesen átadtam, egy kis segítséget kértünk. Itt nem százezrekről van szó, mert ha 1000 forintot adott volna nekünk, az is nagy segítség. Megmondom őszintén, 19 helyre mentem ki, a 19 vállalkozóból senki nem adott semmit. Hát reméljük azért ez a jövőben változni fog. Nem tudom, én bízom benne. Mondjuk olyan helyről kaptunk segítséget, ahogy nem is gondoltuk volna tényleg. Ők szívesen jöttek, meg csinálták, úgyhogy én csak ennyit tudok elmondani.